tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A Mi Hazánk mozgalom szerint Magyarország békéje, a lehető legszélesebb értelemben vett biztonsága és jövője a legfontosabb szempont ebben a háborús konfliktusban számunkra, és ennek kell a kormány döntéseit is meghatároznia. Szeretném a köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki a humanitárius segítségnyújtásban részt vett, a Mi Hazánk mozgalom is igyekezett ehhez hozzájárulni. Másrésztről ki kell emelnem azt, hogy nem csak, hogy a szomszédunkban zajlik ez a háború, hanem egy olyan ország területén, amelynek állampolgárai magyar nemzettestvéreink, akikért különös felelősséggel tartozunk. A Mi Hazánk mozgalom szerint kettő olyan ügy van, amelyben súlyosan elhibázott a kormánynak a politikája, ezt szeretném most kiemelni, ugyanis február 10-én még azt hallhattuk Szijjártó Péter külügyminiszter úrtól, meldöngetve jelentette be, hogy nem jöhetnek Magyarországra amerikai NATO katonák, majd március 7-én Orbán Viktor már aláírta azt a rendeletet, amelyet ez mégis lehetővé tesz. Ez szerintünk óriási hiba volt. Másrésztről az is hiba a kormány részéről, hogy mindenféle kritika nélkül átveszi azokat a szankciókat Brüsszeltől, amelyek a magyar embereknek is kárt okoznak. Az Oroszországgal szemben eddig alkalmazott embargók is óriási károkat okoztak már a magyar mezőgazdaságnak és gazdaságnak, a további szankciók még inkább megnehezítik magyar családok megélhetését, körülbelül 200 ezer forinttal károsítanak meg minden egyes magyar családot. A Mi Hazánk mozgalom szerint tehát csak Magyarország semlegessége, függetlensége és biztonsága lehetne az a szempont, ami alapján a kormány a döntéseit meghozza. Köszönöm a figyelmet!